jelent számunkra az épített örökség? Mindenkinek mást. A csecsemőnek a természet érintetlen szépségét, a kristálytiszta levegőt, gyermekszobáját, a gyermeknek játékteret, a kapuk mögül kikihalló baráti hívószót, bástyákat, melyekre fel lehet mászni. Az ifjúnak kötődést, biztonságot. A felnőttnek otthont, pihenést, az emlékeket. Az időseknek munkát, az életet, megnyugvást. Nézzük végig három tini szemével falunk szépségeit. Városias falu jellegét szép főtere adja, melyen körbetekintve láthatjuk a Herényi Gotthárdok kastélyát, gazdasági épületeit, a templomot, paplakot, Berzsenyi parkot, a régi katolikus iskola épületében működő boltot, önkormányzatot, a kastélyparkot, Szent Háromság szobrot, melyet Herényi Gotthárd Barbara állíttatott 1857-ben. Itt állok falunk szívében, a római katolikus templom előtt. Nagyon különleges műemlék épület együttes, mivel a plébániával együtt bástya fallal van körülvéve. Kisfalumban kedvenc helyeim közé tartozik. Hogy miért is? Eme különlegessége, meghittsége miatt, valamint ide kötődik vallási életem kezdete, hiszen itt kereszteltek meg, itt voltam első áldozó. Kisebb koromban is, és most is sok rejtélyt, izgalmat rejteget számomra. Például új történeteket, legendákat, sok szép tárgyat és miseruhát ismerhettem meg. A legendák közül a legérdekesebb az, hogy a templom alatt van egy kripta, ahol a Gotthárd és a felsőbüki család tagjai vannak eltemetve, és gyermekként rejtélyes ezt hallani, hogy a kripta és a kastély alagúttal van összekötve. A templom és a paplak kertjében szebbnél szebb madárdalokat hallhatunk. Alkalmas hely arra, ha egyedül szeretnék lenni a csendben, a természetben, a madarak énekét hallgatva. Kicsi templom, mégis nagyszerű. Az épület együttes nélkül üres lenne falunk központja, hiszen gyöngyszeme. Nagy öröm számomra, hogy egy évvel ezelőtt dr. Veres András megyés püspök megáldotta a kívülről felújított épületeket. Örülök, hogy ilyen szép környezetben járhatok templomba. Remélem, hogy örökségünk egyre szépül, ilyen formában marad utódainkra. Ha az utcákra gondolunk, ahol jó sétálni, andalogni, csendesek, szélesek. Szinte érintetlenül maradtak meg a házak, melyek kiépültek az utca vonaláig. S az itt élő emberek igyekeztek külsőleg és belsőleg is a falu meghitt hangulatához igazítani. A Berzsenyi utca a legrégi, legvarázsosabb utca. Itt találjuk Berzsenyi Dániel és Kunos Endre szülőházát is. Falunkban a legtöbb ház szalagtelkes, amit még az őseink alakítottak ki. Nagyon örülök, hogy itt hegyén nem lettek népszerűek a gömbhöz hasonlító házak, hanem megmaradtak a régiek eredeti állapotukban. Ennek a fiatalok annyira nem örültek, de mindent megtesznek, hogy szép és fiatalos legyen a falu. Örülök, hogy őseink ilyen szép település formát alakítottak ki, ami nagyon jól van konstruálva. Büszke vagyok, hogy itt élhetek. Sok értékes és érdekes részlet épült be a falusi ember hétköznapjaiba. Észre se veszi, hisz ezerszer elment már mellette. Az övé lett. Falunk utcáit járva csodálatos kapukat, csengőket, kilincseket, apró jeleket, csodákat találhatunk. Szebbnél szebb, egyedibbnél egyedibb stílusban. Sok régi értékes kapu maradt fenn.
főleg a Berzsenyi és a Jókai utcában. Természetesen beszűrődött a 70-es, 80-as évek divatos vaskapu irányzata is, és találunk néhány kovácsolt vaskaput is. Egyházas hetje szerencsés, hiszen ritkaság, hogy a régit megbecsülik, felújítják vagy beépítik egy újba. A Kossuth utcában egyedi csengőt találhatunk. Büszke vagyok rá, mert a nagypapámé, és azért halas, mert szeret horgászni. A Jókai és a Béke utcában régi stílusú antik szobrok díszítik a házak, kerítések falait. A házak homlokzata is rejteget apró díszeket, jeleket. Egységes utcanévtáblák és egyedi házszámok teszik szebbé és stílusossá a falu utcáit. A narrátor szemével más a kötődés. Hiszen itt jártam óvodába, az egykori Welter-féle házban, ma vendégház működik benne. Általános iskolába, a Herényi Gotthárdok, majd később felsőbbiki nagyobb kastélyába. Ebben az épületben kezdtem tanítói pályámat egészen az iskola bezárásáig. Itt élek Egyházashegyén, családommal, egy felújított régi cselédházban. Most éppen a falunkról készítek filmet. Sok szállam.